Ha a képzeletben Ramocsa háza köré rajzolunk egy kört, akkor azt kapjuk, hogy a település fél óra autóútra van Nyíregyházától, Nyírbátortól, Mátészalkától, Vásárosnaménytól és Kisvárdától is. Vagyis Ramocsa házáról a vármegyebeli nagyvárosok viszonylag közel vannak és gyorsan elérhetők. Van azonban egy szépséghiba, ez pedig a Ramocsa házáról a szomszéd Laskodra és onnan visszavezető út. Bár a két település mindössze 3,1 kilométerre fekszik egymástól, a közúton több mint 40 kilométert kell megtenni. A 2023-as év ezért is lesz különleges Ragányi Róbert polgármester szerint, ugyanis még idén megépül a Ramocsa házát Laskoddal összekötő aszfaltút. Itt a hátunk mögött, ezen a részen még gyerekkoromban is vízállásos terület volt. Visszamenőleg több évszázadon keresztül egy kákás tó nevezetű, eléggé mélyen fekvő vizes területként volt nyilvántartva. Most jelenleg ezzel a fejlesztéssel, amivel Laskod és Ramocsa háza össze lesz kötve egy 6 méter nyomtávú úttal, aszfaltos úttal, megvalósulhat az az 50-60 éves álom, hogy ezt a két egymáshoz közel lévő települést végre össze tudjuk kötni. Ugyancsak a lakossági igényeket szolgálja az idei évben tervezett és sikeresen megpályázott csapadékvízelvezetési rendszer fejlesztése a főúton, valamint a polgármesteri hivataltól nem messze lévő egészségház épület befejezése. Egy új két csoportos mini bölcsődét is építenek, amelyet szintén 2023 végéig terveznek átadni. Még nem került engedélyezésre az egészségházunk, amely egy 300 négyzetméteres egészségház, három szakrendelős egészségház, így fogalmazhatnék. Pontosan erre volt pályázati lehetőségünk annó, illetve egy bölcsöde, amely kétcsoportos mini bölcsödeként fog üzemelni. Az idén mind a kettő át lesz adva. A savanyító üzemünk az tavaly lett átadva, van még egy nagyon korszerű futballpályánk, amely szintén egy fejlesztés volt, és próbáljuk majd fejleszteni még a gyümölcslé üzemünket is. Ramocsa házán tavaly helyezték üzembe az új savanyító üzemet, ahol azóta a lakosság által helyben termelt zöldségeket dolgozzák fel. A gyümölcslé feldolgozást ezzel a géppel már korábban elkezdték a településen. A polgármester terve az volt, hogy hozzanak létre egy nyírségi termékcsaládot, amely nem csak a helyi termékek piacra jutását segíti, de a fenntartható gazdasági fejlődés céljait is szolgálja. Ahogy mögöttem látható, ezek a termékek gyártása folyamatban van, az értékesítés hála Istennek működik. Helyi szinten, illetve piacokra járunk, és tudunk konyhákhoz közétkeztetésbe is szállítani, főként savanyúságokat. A jövőben pedig tervünk az, hogyha ez a gazdasági recesszió egy picit átlendülne, és lehetőség lenne a termékét, értékesítést, a helyi terméket bevinni nagyobb piacokra, akkor ebben mindenféleképpen Ramocsa háza központi szerepet szeretne betölteni. A polgármester másik újító ötlete a település energetikai korszerűsítésével kapcsolatban egy olyan mini távhő szolgáltatás kialakítása volt, amelynek segítségével olcsó és megújuló energiával sikerült függetlenedni a földgáz szolgáltatóktól. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert egy picit előre gondolkodtunk 2018-tól, a közfoglalkoztatási program kapcsán annak segítségével elindítottunk egy biomegújuló energia programot, amelynek a hozadéka a gajbála, és ezt felhasználva gajbálás fűtéssel megpróbáltuk a központban lévő középelőtereinket összekötni, egy helyről fűteni. Mondhatnám, egy mini távhő fűtési rendszer alakult ki Ramocsa házán, és ennek a végén, ami talán jövőre aktuális lesz, egy durván 1200 négyzetméternyi épületkomplexumot tudunk fűteni potom összegért, kiváltva az összes gázfogyasztást. Ragányi Róbert polgármester úgy fogalmazott, a települést 21. századi infrastrukturális fejlettség és jó közbiztonság jellemzi. A legfontosabb jövőbeli cél már csak az, hogy Ramocsa házát minél többen válasszák lakóhelyül.